Határozzuk meg a rendszer VVT impulzus válaszát, VT úrás válaszát, illetve az UT egyenlő 5-ször 1T-szer EAD-2T belépőjelre adott YT válaszát. Ismert a rendszer átviteli függvénye, VVS egyenlő 5S plusz 1 osztva S négyzet plusz 4S plusz 3. Oldjuk meg ezt a feladatot. Tulajdonképpen itt három feladat van. Először is az impulzus választ kell kiszámítanunk. Tudjuk, hogy az impulzus válasz az inverz Laplace transformátja a VVS átviteli függvénynek. És ennek kiszámítására szeretnék most egy roppant egyszerű technikát mutatni, ami az úgynevezett parciális törteken, vagy parciális, más szóval részlet törteken alapul. A módszer neve parciális törtekre bontás, vagy részlettörtekre bontás. Először is a nevezőt fel kell írjuk szorzat alakban, mert ez így nem maradhat. Ezért azt csinálom, hogy az S négyzet plusz 4S plusz 3 egyenlő 0 egyenletből kiszámoljuk gyakorlatilag a pólusokat. Ugye a nevezőnek, hogyha így egyenlővé tesszük nullával, akkor ezt az egyenletet, hogyha megoldjuk, akkor abból a pólusokat fogjuk megkapni. A pólus 1-es, 2-es másodfokú egyenlet megoldó képletét írom fel, az mínusz b, tehát mínusz 4, plusz mínusz b négyzet, tehát 16, mínusz 4-szer a-szor a c, az pedig 3, gyök alatt osztva 2 a-val, de az a az 1. Tehát mínusz 4, plusz mínusz. A gyök alatt az szerep, hogy 16 mínusz 4 x 3 az 12, 16 mínusz 12 az 4, gyök alatt a 4 az 2, osztva 2-vel. Az egyik pólus tehát mínusz 4 plusz 2 az mínusz 2, osztva 2-vel az mínusz 1, a másik pólus mínusz 4-ből 2 az mínusz 6, osztva 2-vel az mínusz 3. Ez azt jelenti, hogy a nevező, ugye S négyzet, kifogyott ez a pirosom, S négyzet plusz 4S plusz 3 felírható olyan alakban, hogy S mínusz mínusz 1 szorozva S mínusz mínusz 3, S plusz 3. Tehát ugye ez mindig úgy írható fel, hogy S mínusz a pólus, S mínusz a pólus, és így tovább. Ezt ne felejtsük el, és ez a kettő egymással egyenlő. Ez a szorzat alak kell nekünk, mert ebből tudunk elindulni. A VVS ezek szerint 5S plusz 1 osztva S plusz 1 szorozva S plusz 3. Hogyha ilyen szorzat alakban vagyunk, ez egy nagyon fontos, hogy ez az első lépés, hogy ezt így kell felírni, akkor ez felbontható két részlet tört összegére. És most jön az inverz Laplace transformációnak a módszere. Ugye, hogyha ezt közös nevezőre hozzuk, ugyanezt kellene kapni, de ennek van egy olyan módszere, hogy azt mondom, hogy ez legyen A, ez pedig legyen B, és az A-nak és a B-nek a kiszámítására két lehetséges út van. Az egyik az, hogy először közös nevezőre hozzuk, és utána a két számlálót egyenlővé tesszük. Ezt megmutatom. A közös nevező az az S plusz 1 szorozva S plusz 3, és utána az S plusz 3-mal felszorozunk az A mellé, tehát azt kapjuk, hogy A szor S plusz 3, itt pedig B-szer S plusz 1. Utána, de most már egy nyilat írok inkább, csak a számlálót írom ki. A számláló úgy fog kinézni, felbontva a záróját, A szor S plusz 3A plusz B szer S plusz B. Ennek egyenlőnek kell lenni 5S plusz 1-jel. Ez az alapvető felírás. Tehát még egyszer. Felírjuk két parciális tört összegére ezt a szorzat alakot. Csak benne az A-t és a B-t még nem ismerjük. Kíváncsiak vagyunk, hogy mi az az A és mi az a B, amit felhasználva és közös nevezőre hozva ugyanezt fogjuk megkapni, hiszen itt egyenlőségjel van. Közös nevezőre hozzuk,
Utána a számlálókat kell egyeztetni. Ha a számlálókat egyeztetjük, akkor azt látjuk, hogy két egyenletet fogunk kapni ára és bére, mert hogy két ismeretlen van. Az egyikben megnézzük az S-sel kapcsolatos tagokat. Itt azt látjuk, hogy A szor S plusz B szer S egyenlő 5S, vagyis az A plusz B az egyenlő 5-tel. A másik, a 3A plusz a B az egyet fog adni. Tehát tulajdonképpen az S az elsőn, S a nulladikon tagokat kell egyeztetni, és hogyha ezt az egyeztetést megtesszük, akkor egy két ismeretlenből álló egyenletrendszert fogunk kapni. Ha ezt megoldjuk, akkor A-nak és B-nek megkapjuk az értékeit. Tegyük meg. Hát talán legegyszerűbb az, hogy az első egyenletből kivonom a másodikat. Például, mert akkor a B az ki fog esni. Tehát az első egyenletből a másodikat, hogyha kivonjuk, akkor azt kapom, hogy A-ből A minusz 3A az minusz 2A, B-ből B az 0, és 5 minusz 1 az 4. Vagyis az A értéke az minusz 2. Utána például az első egyenletbe visszahelyettesítek, és azt fogom kapni, hogy a B egyenlő 5 minusz A, az A az minusz 2, tehát a B értéke ezek szerint 7. Tehát az A az minusz 2, a B pedig 7. Azt kapjuk tehát, hogy minusz 2 per S plusz 1, plusz 7 per S plusz 3. Ezzel mindjárt foglalkozni fogunk tovább, de szeretnék mutatni egy másik módszert, ami talán egy kicsit rövidebb. Tehát itt az volt a lényeg, hogy parciális törtekre bontottunk, közös nevezőre hoztuk, a számlálókat egyeztetve kapunk mindig annyi ismeretlent, most kettőt, ahány parciális tört van. Hát ennek az a nagy előnye, hogy viszonylag egyszerű a megoldása, viszont az a hátrány, hogyha több parciális tört van, akkor esetleg nagy számú egyenletet fogunk kapni, aminek a megoldása egy kicsit hosszadalmas lehet. Ezért mutatok egy másik technikát, és a jövőben inkább ezt fogjuk használni, mert ez a rövidebb. Ezt pedig úgy hívják, hogy a letakarás módszere. A letakarás módszerével az A-t úgy lehet kiszámolni, hogy az A-nak a nevezője S plusz 1, az eredeti tagba letakarjuk az S plusz 1-et, és minden S helyére S egyenlő mínusz 1-et, tehát ezt a pólust fogjuk visszaírni. Azt kapjuk tehát, hogy 5-ször mínusz 1, itt a letakarás helyében, plusz 1, osztva mínusz 1 plusz 3. Tehát mínusz 5 plusz 1, osztva mínusz 1 plusz 3, az 2. Tehát mínusz 5 plusz 1 az mínusz 4, osztva 2-vel az mínusz 2-t ad. Természetesen ugyanazt kaptuk, mint az előző egyenletből, egyenletrendszer megoldásával mínusz 2-t. Tehát még egyszer annyit tettünk, hogy az A nevezője S plusz 1, azt az eredeti törtben letakarjuk, és mindegyik helyre, ahol S szerepel, S egyenlő mínusz 1-et helyettesítünk, mert ezt a pólust takartuk le, és megkapjuk az A együtthatót. A B számításához letakarjuk a B-hez tartozó S plusz 3-at, ezt a tagot, és a B számításánál minden helyre, tehát ide, illetve ide mínusz 3-at, a második pólust írjuk be, tehát 5-ször mínusz 3 plusz 1, osztva mínusz 3 plusz 1. 5-ször mínusz 3 az mínusz 15 plusz 1, osztva mínusz 3 plusz 1 az mínusz 2. A számláló mínusz 15 plusz 1 az mínusz 14, osztva mínusz 2-vel az 7. Természetesen itt is megkapjuk ezt az értéket. De tulajdonképpen két módszer van most így a kezünkben. Az egyik ez, amit az előbb elmondtam, a számlálók egyeztetése, a másik pedig a letakarásos módszer. A letakarásos módszer akkor nagyon egyszerű, hogyha egyszeres pólusok vannak, tehát mindegyik pólus különböző. A következő példa majd arról szól, hogy mit tegyünk akkor, hogyha esetleg valamelyik pólus többszörös pólus, akkor tulajdonképpen ennek a két módszernek egy kombinációját kell használni. Tehát azt kaptuk végeredményül, mind a kettőből, tehát mindegy, hogy melyik módszert használjuk, hogy a vevés átviteli függvény felírható úgy, hogy mínusz 2 per
s plusz 1 plusz 7 per s plusz 3. Megvan két parciális tört, ami megegyezik ezzel az eredeti átviteli függvénnyel. Nézzük meg, hogy ez mire jó. Fogjuk a Laplace transzformációs táblázatot, és benne erre szeretném felhívni a figyelmet. 1 per s plusz alfa. Pontosan ilyen tagokból áll, csak szerepel egy mínusz 2-es, illetve egy 7-es konstans. Az 1 per s plusz alfához az 1 t-szer e át mínusz alfa t függvény tartozik, tehát tudjuk, hogy a konstanssal való szorzás az tulajdonképpen, ne felejtsük el, hogy a Laplace és az inverz Laplace transzformáció mögött egy-egy integrál szerepel, amelyben, hogyha konstans van, akkor az a konstans az integrál elé kiemelhető. Azt kapjuk tehát, hogy a vvt az az 1t szorozva, mínusz 2-ször e ad mínusz 1t, plusz 7-szer e ad mínusz 3t. Ez lesz ennek a rendszernek az impulzus válasza. Tehát ez a számítás ennyire egyszerű. Láthatjuk, hogy a pólusok megjelennek az exponenciális függvényekben, illetve ez a két konstans az exponenciális függvények előtt. Tehát ez volt az első feladat. Nézzük a második feladatot, amikor is az ugrásválaszt kell kiszámolni. Az ugrásválasz az inverz Laplace transzformátja a VS függvénynek, ahogy ezt már korábban említettem, de a VS függvény az az 1 per S VVS. Hiszen az ugrásválasz az impulzus válasznak az integrálja, és az integrálás S-sel való osztás jelent a Laplace transzformációs tartományban. Ami annyit jelent, hogy a VS függvény az az 1 per S VVS az egyenlő azzal, hogy ezt a szorzat alakra bontott alakot írom, 5S plusz 1, osztva S, szorozva S plusz 1, szorozva S plusz 3. Most három tagból áll a nevező, vagyis három tagú rész lesz a parciális törtekre bontásnál, egyik az S-sel, A per S, a másik a B per S plusz 1, a harmadik a C per S plusz 3. Én most itt a letakarásos módszert fogom követni, az a rövidebb, de közös nevezőre lehet hozni ezt a tagot, és utána a számlálókat egyeztetve A-ra, B-re és C-re egy három ismeretlenből álló egyenletrendszer fog kijönni, aminek a megoldása ugyanaz lesz, amit most fogunk kapni a letakarásos technikával. Nézzük. Az A-t úgy fogom megkapni, hogy az A-hoz tartozó S-et letakarom itt az eredeti függvényben, és ilyenkor mindenhova erre a három helyre, S helyére nullát írok. 5-ször 0 plusz 1, osztva 0 plusz 1, szorozva 0 plusz 3. Számoljuk ki, ez mennyi. 5-ször 0 az ugye 0, ez 1, osztva 1-szer 3 az 3. Az A értéke tehát 1 harmad. A B-nél az S plusz 1-et takarom le az eredeti függvényben, és a maradék S-ek helyére mínusz 1-et helyettesítek. Tehát az első pólust. 5-ször mínusz 1 plusz 1, osztva mínusz 1, szorozva mínusz 1 plusz 3. Ha ezt kiszámoljuk, 5-ször mínusz 1 az mínusz 5, plusz 1 az mínusz 4, 3-ből 1 az 2, szorozva mínusz 1-el az mínusz 2. Tehát 4 per 2 az 2. És végül a C, letakarjuk az S plusz 3-at, és a maradék S-ek helyére mínusz 3-at írok, tehát 5-ször mínusz 3 plusz 1, osztva mínusz 3, szorozva mínusz 3 plusz 1. Ötször mínusz 3 az mínusz 15, plusz 1 az mínusz 14, osztva mínusz 3 plusz 1 az mínusz 2, mínusz 2 szorozva mínusz 3-mal az 6, tehát mínusz 14 per 6 az mínusz 7 harmad. Tehát megvan mind a három együttható, ami azt jelenti, hogy a VS úgy írható fel, hogy A helyére beírom, hogy 1 harmad per S,
A B az a 2 per S plusz 1, és végül mínusz 7 harmad per S plusz 3. Megint veszük a Laplace transzformációs táblázatot, és azt látjuk, hogy megint csak exponenciális függvényt fogunk visszakapni, de itt van egy konstans per az S, az pedig egy 1T függvény, tehát tulajdonképpen ez egy konstans fog válaszolni, az az 1 harmad. Ide azt kapjuk, hogy 2-szer éjad mínusz 1-szer t, ez pedig a mínusz 7 harmad éjad mínusz 3t. Mindegyik belépő, mindegyik részeredmény belépő, 1t-vel szorzom, és ez lesz a vt ugrásválasz. Érdemes elvégezni gyakorlásképpen, hogy már jóval korábban megtettük párszor, hogy a vt függvényt, ha deriváljuk idő szerint, akkor a vevétét fogjuk megkapni. Vagy fordítva, hogy ezt a vevétét integráljuk, ami egy kicsit körülményesebb, akkor a vétét fogjuk megkapni. Tehát a kettő közötti kapcsolat az természetesen fennáll. Tehát így célszerű meghatározni az a rendszer impulzus válaszát és ugrás válaszát, akkor a rendszer átviteli függvénye ismert. Határozzuk meg még az 5-ször E-2T függvényre adott választ is. Ilyenkor azt kell használni, hogy az y s az a vevé s szorozva az u s. Tehát a konvolúció Laplace transzformátját használjuk. A vevé s-t azt lemásolom az előző lapról, de már a szorzat alakját. 5s plusz 1 osztva s plusz 1 szorozva s plusz 3-mal. Az U gerjesztés úgy szólt, hogy 5-ször 1T szorozva E-ad mínusz 2T. Ennek kellene a Laplace transzformátját ide beírni. Vesszük a Laplace transzformációs táblázatot, és tudjuk, hogy az exponenciális függvényhez 1 per S plusz alfa tartozik, tehát ennek a Laplace transzformátja az 5 per S plusz 2. Ezt be is írom ide. 5 per s plusz 2. Itt azt látjuk, hogy tulajdonképpen a nevezőben három darab tört van, és parciális törtekre tudjuk ezt bontani, méghozzá úgy, hogy a per s plusz 1, b per s plusz 3, és c per s plusz 2. Megint mindegyik pólus különbözik, ugye a válaszjel pólusai különbözőek, és nyugodtan alkalmazhatjuk a letakarásos módszert. Felírom megint. Az A-t úgy fogjuk megkapni, hogy az eredetiben, tehát ebben a szorzatban letakarjuk az S plusz 1-et, és minden S helyére mínusz 1-et írunk. Ezt az 5-ös ne felejtsük ki. 5-ször mínusz 1 plusz 5, bocsánat, 1, ideírom azt az 5-öt, hogy ne maradjon ki. Mínusz 1 plusz 3, szorozva mínusz 1 plusz 2. Tehát 5-ször. 5-ször mínusz 1 az mínusz 5, plusz 1 az mínusz 4. Mínusz 1 plusz 3 az 2, mínusz 1 plusz 2 az 1. 4 per 2-t kapunk, ugye az 2, de mínusz 2 ször 5 az mínusz 10. A B-t úgy kapjuk meg, hogy letakarjuk az S plusz 3-at az eredeti függvényben, és mindenhova mínusz 3-at írok az S helyére. Tehát 5-ször mínusz 3 plusz 1, osztva mínusz 3 plusz 1, szorozva mínusz 3 plusz 2, szorozva 5-tel. Ezt az 5-öt meg ide előre írom, mert ne felejtsük el. 5-ször mínusz 3 az mínusz 15 plusz 1 az mínusz 14, mínusz 3 plusz 1 az mínusz 2, és mínusz 3 plusz 2 az mínusz 1. Ugye 14-et kell elosztani 2-vel, az 7, mínusz 7, mínusz 7-szer 5 az mínusz 35. Végezetül a C. Az S plusz 2-höz tartozó tagot takarom le ezt, és mindenhova mínusz 2-t írok, így is lehet látni, igen.
5-ször mínusz 2 plusz 1, tehát az eredeti függvényben ugye mínusz 2-t írok az s-ek helyére, mínusz 2 plusz 1 szorozva mínusz 2 plusz 3 szorozva még 5-tel. Ezt az 5-öst megint ide előre írom. 5-ször mínusz 2 az mínusz 10, plusz 1 az mínusz 9, mínusz 2 plusz 1 az mínusz 1, mínusz 2 plusz 3 az 1. Ugye ez mínusz 1-et ad, mínusz 9 per mínusz 1 az 9, és 9 x 5 az 45. Megvan az A, B és a C. Vagyis a válaszjel Laplace transformáltja az A, vagyis mínusz 10 per S plusz 1, a B az mínusz 35 per S plusz 3, és végezetül a C az 45 per S plusz 2. A Laplace transzformációs táblázatot visszafelé használva láthatjuk, hogy ez mindegyik egy-egy exponenciális függvény lesz, tehát ehhez tartozik az, hogy mínusz 10-szer E ad mínusz 1-szer T, ehhez tartozik, hogy mínusz 35-ször E ad mínusz 3T, és végezetül 45-ször E ad mínusz 2T. És ez lesz a válaszjel. Még egy T-vel szorozzuk, mert belépő, és YT. És így teljes a feladat megoldása. Tehát láthatjuk, hogy tulajdonképpen néhány behelyettesítést kellett csinálni, egy szabályt a táblázatból használni, és semmi különös nehézséget ez nem jelent. Viszont felül még egyszer, mi is volt a VVT az előző rapról. A VVT az egyenlő 1T szorozva mínusz 2-ször E ad mínusz 1T plusz 7-szer E ad mínusz 3T. A rendszer válasza UT az egyenlő 5-ször 1T-szer E ad mínusz 2T. És ebből a kettő adatból az yt-t úgy kellene kiszámolni, hogy integrál nullától t-ig, u tau, vagyis 5-ször e ad mínusz 2 tau, szorozva a vevé t mínusz tau. Tehát itt a t helyére t mínusz taut kell írni. Mínusz 2-ször e ad mínusz 1-szer t mínusz tau, plusz 7-szer e ad mínusz 3 t mínusz tau, d tau. Most ezt az integrált, ha valaki elvégzi, meg lehet csinálni természetesen, de kicsit hosszadalmas, akkor ugyanezt az eredményt kell, hogy kapja, hiszen ami konvolúcióban egy integrál, az Laplace transzformációban egy szorzás, és ez a művelet szerintem érzékelhető, hogy jóval egyszerűbb, mint ennek az integrálnak az elvégzése, habár maga ez az integrál is nagyon egyszerű ebben a körülményben.